interaktívvel tesszük a dolgot. Tehát Zsidó 9. Jó, és akkor olvasnám hitem szerint Pál apostol szavait. Azt mondja, hogy Zsidó 9. És a vége fele. Azt mondja a 24. verszaktól, Zsidó 9.24, vagy 23-tól. Szükséges, hogy a mennyei dolgok képmásai, ezekkel tisztítsák meg magukat, a mennyei dolgokat, azonban ezeknél különb áldozatokkal. Tehát azért olyan dolgokról van szó, ami mondjuk érint bennünket. Mert nem emberkéz alkotta szentébe, az igazi képmásában ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza föl önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentébe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel úgy, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd bűnhordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt az ő üdvösségükre. Ámen. Hát azt látom itt azért ebben a részben, tehát hogy olvassuk ezt, először is ugye arról van szó, hogy Jézus bement a mennybe. Azért az nem kis dolog, és mégsem mondjuk az egri csillagoknak valami szép bekezdését olvassuk itt, hanem egy olyan dolgot olvasunk, hogy Krisztus bement a mennybe. Mi értünk. Tehát, és azt mondja, hogy most is ott van. Tehát ez egy most is zajló dolog. De a végét kezdeném, itt azt mondja, másodszor majd bűnordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják az üdvösségükre. Az én hitem az, az én meggyőződésem az, hogy Krisztus még egyszer fog eljönni, és nem még kétszer. És lesz egy második eljövetele, és ez teljesen olyan eljövetel lesz, ami már az ő bűneinek a hordozása, vagy mi bűneink hordozása nélkül fog megtörténni. Én nem hiszek abban, hogy ő titkosan vissza fog jönni, aki ebben hisz, majd az idő úgyis eldönti, hogy hogy fog történni, hiszen jön, ahogy jön. De én azt olvasom, hogy még egyszer el fog jönni. Volt már egyszer, és jön még egyszer. És a Biblia nem ír harmadszort meg negyedszer. Tehát amikor ő megjelenik ismét, akkor bűnhordozása nélkül fog megjelenni, és helyreállítja majd ennek a világnak a rendjét, ebben meggyőződésem. Amiket itt a Szentírás ír, azok azért nem, hogy mondjam, nem erkölcsi dolgok. Itt azt mondja például az egyik világ teremtése óta, azt mondja, sokat kellett volna neki szenvedni. Tehát azért ez is már egy viszonyítási pont. Tehát nem arról beszél itt Pál apostol, hogy kell végezni az áldozatokat, hanem arról, hogy Krisztust összeméri ezekkel az áldozatokkal, és azt mondja itt a názareti Jézus Krisztusról, hogy ő egyszer ment be a szentébe a saját vérével, ha ez nem így lenne, azt mondja, akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta, akkor ez a Matrix-féle dolog, hogy újra és újra eljön, meghal, megcsinál dolgokat, és minden kezdődik előről, és beindul egy ciklikusság, amit az emberek egyébként megélnek önmagukban. De Krisztus nem így. Ő egyszer eljött, elvégezte, és most azt mondja, egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Tehát egyrészt van egy viszonyítási pontunk, azt mondja, sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtésétől kezdve, a levetésétől kezdve. Elég furcsa Bibliánk lenne, nem? Ha egy olyan messiásról szólna, akinek mondjuk az evangéliumok az 52. eljövetelét írnák le. Fura lenne, nem? Hinnénk menne? Tehát akkor nagy eséllyel ugye mondanánk, hogy ha már volt 52, akkor lesz 53. is. De még ha második lenne csak, tehát nem ebben az értelemben, hogy itt írja, már az is gyanús lenne, hogy hát valami nem stimmel, ő valamit elrontott, és hogy neki ezek szerint még egyszer valamit vissza kell jönni, megjavítani, mert valahogy ez a garanciális probléma előállt, hogy nem működnek a dolgok. Tehát nekem nagyon jó, hogy mondjam, megnyugvást ad az a dolog, hogy Jézus nem jött el azóta sem. Mert ugyanis, ha még egyszer el kellett volna jönni azért, hogy megint valamit tegyen azért, hogy mi igazak legyünk Isten előtt, akkor itt valami nagyon nagy x-szer lenne. De a Biblia azt mondja, kifejezetten hangsúlyozza, amikor majd másodszor eljön, akkor már bűn ismerete, meg bűn nélkül, hordozása nélkül kell, hogy eljöjjön. Tehát ekkor már nem lesz szerepe annak, hogy ő a bűnnel babráljon. Nem lesz annak szerepe, hogy rendbe tegye a bűn kérdését Isten előtt, ő akkor már ítélni jön. Azt ő már rendbe tette. És ezért, amikor ő másodjára jön, itt a Biblia hangsúlyozza, hogy nem azért jön, hogy az előző eljövetelét valahogy azt kiegészítse.
hanem azért jön, mert egy egészen más minőségben fog majd eljönni, és ez a más minősége az lesz, hogy ő átveszi az Istentől az örökséget, és megalapítja az ő királyságát, amit már most is képvisel ott a mennyben. És ez egy nagyon jó dolog. A másik, amit itt, ami nagyon hangsúlyos, azt mondja, most azonban az idők végén. Ez egy érdekes dolog. Ezt mondta 2000 évvel ezelőtt a Szentírás, hogy az idők végén. Szó szerint a korszakok együtt bevégződésén. És nem tudom, mire gondolt a szerző, mert lehet, hogy tényleg azt gondolta, hogy az ő idejében ez az idők vége, és hogy pár nap, vagy pár év, vagy pár hét múlva megjön a Messiás, és ez a második eljövetel, amit itt ő maga is leír, ez hamar be fog teljesedni. Ez lehet, hogy tényleg ezt gondolta. És azért azt írta le, hogy most, akik ha ez azt mondja, mert most, azt mondja, egyszer jelent meg az idők végén. Tehát a mi időnkben, amikor mi hozzánk ez elérkezett. És furcsa dolog ez, hogy egy szerző 2000 évvel ezelőtt úgy érzékelte, hogy elérkezett az időknek a vége. Hogy minden időszak, minden korszak bevégződött akkor, amikor Krisztus az ő idejében eljött. És ne felejtsük el, amikor ő ezeket írogatta, akkor ez azért még emberi lépték szerint közel volt. Tehát pár év vagy évtized telt el azóta, hogy ezek az emberek találkoztak Jézus Krisztussal, és talán még ez abban az időben volt, amikor a többség még élt, aki őt látta. És az volt a meggyőződésük, hogy mivel Krisztus eljött ebbe a világba, és mivel munkálkodott, és tökéletesen munkálkodott, ezért volt az az érzésük, hogy talán akkor ez bevégződés, az idők bevégződésének itt van az ideje. Ők nem tudták még, hogy Isten más tervet is szöveget, és majd mindjárt ideig adok ki, és hogy valami olyan titkos dolga és gondolata is van, amit még ő előttük is elrejtett volt. Ez 2000 évvel ezelőtt, majdnem 2 darab évezred ezelőtt írodott le, amit le van írva, és ők erre meg voltak győződve, hogy ezek a korszakok, ezek lezáródtak. Le is záródtak, csak Isten valamilyen korszakot ékelt közbe, ami korszakról nagyon kevés kijelentés volt. És később ezeket Pál megérti, ezeket a dolgokat, nem tudom, hogy bánta-e volna, később újra ezt írta volna, hogy most azonban az idők végén, nem vagyok benne biztos, hogy az élete végén ezt szintén leírta volna, mert ott már érezte azt, hogy Isten egy új korszakot bont ki. És ez a korszak Krisztus első eljövetele, és amit itt ír, hogy másodjára, amikor megjelenik, bűn hordozása nélkül jelenik meg, Isten beékeli ezt a kettő közé, ezt a korszakot. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas korszak. Ez az, amiről Jézus beszél. Menjünk a Máté 13-hoz. Isten királyságáról több példázatot is mond Jézus. Én azt hiszem 15, én úgy számoltam, 15-ször beszélt Isten királyságáról példázatokban. Ezek közül az egyik a Máté 13:33-ban. Úgy szól, egyetlen mondat erejéig, azt mondja, más példázatot is mondott nekik, itt elég egyszerű példázat fog következni. Hasonló a mennyek királysága a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Ámen. Kovász. Kovász ugye az ilyen erjesztő gomba, ha jól tudom. Szoktatok dolgozni kovásszal? Mit? Nem? Van száraz kovász, vagy most már ugye élesztőnek hívják. Meg milyen van nedves élesztő? Mit? Az nem az? Kenyérsütője van. De biztos anélkül is szokott, mert a nagymamák még dolgoztak a süteményekkel. Ugye aztnak is meg kell kelni. Kelesztőt, úgy van. Tehát ugye ez mi zajlik? Hát az zajlik, hogy beleteszik ugye ezt a gomba tartalmú anyagot a tésztába, és a tésztában lévő cukorral ugye ez a gomba a reakcióba lép, hogy elkezdi azt ugye megemészteni, közben gázt fejleszt, még alkohol is képződik, ami azért elpárolog, meg elmegy. Ebből, tehát nem rúgunk be egy kenyesütés után, az úgy elpárolog. És hogy gáz képződik, ugye ez a sikér tartalom, ez kitágul, és egy vázat vesz föl. Ezt hívjuk keresztet kitésztának, vagy kenyérnek. Ugye ez történik. És ennek azért van egy ideje. Emlékszem, nagymamám még, amikor keresztet tésztákat csinál, mindig betakart ezzel a kendővel, és akkor én csodálkoztam gyerekként, hogy ez a pici kis valami kis gombócka, kinyitom, és benne van egy egész nagy gombóc. Így van, nem? Tehát meg kell. És aztán ennek a kisütése ugye ezt az állapotot véglegesíti. Jézus azt mondja, hogy olyan az Isten királysága, mint ez a keresztő gomba. Érdekes. Hoz egy példát. Most a kovász általában olyan negatív kicsengés ugye az Új Szövetségben.
Itt nem érzem ennek a negatív kicsengését, inkább azt érzem, hogy Jézus valami elvre céloz, hogy megjön Isten királysága, úgy gondolom Izraelbe is, mert Isten királysága Izrael van, egy mennyek királysága kapcsolatban elsősorban, de azért ennél tovább van ez a dolog, és megjön ebbe a világba, ami a tészta. És elkezd ez a dolog, Isten királysága működni. Na most ugye a keresztés az nem olyan dolog, hogy ezt azért még talán nem csináljuk úgy, mint manapság a gyorsleveseket, hogy beledobjuk, kivesszük egy perc múlva, hanem azért ennek van egy ideje. Ezek a gombák még nincsenek megfertőzve a 21. század pörgésével, szóval ők még dolgoznak a maguk menetrendje szerint, és ennek van egy ideje, nem tudom mennyi egy tészta megkelés ideje. Egy óra. Tehát azért van egy idő, tehát nem ezek, mint szedjük ezt a smeklevest, bedobjuk, kivesszük, megesszük. És ez elég hamar megtörténik ez a dolog. Tehát a gombáknak még hiába mondjuk, esetleg meleg helyre kell tenni, akkor talán egy picit úgy megélednek. De van egy idő. A munka elvégzik. És Isten királysága is ilyen, hogy sokszor azt várnánk Isten királyságától, hogy bejön Isten királysága, és akkor azok olyan hirtelen, mint a lufit, fölfújjuk a tésztát. De nem így működik. Ennek van egy rendje. És Jézus azt mondja, hogy olyan Isten királysága, hogy belejön a tésztába, és nem lesz az annyira látványos. Tehát két pillantás közötti tészta növekedést nem lehet érzékelni. És sokszor vagyunk így is Isten királyságával, hogy mint ahogy ugye úgy látom a zsidó levél szerzője is, valahogy valószínűleg ő érzékelt, vagy szerette volna azt, hogy az első eljövetel és a második, amikor megjelenik, az úgy közel kerüljön. De van Isten királyságának egy működése. És szeretnénk, hogy egy ima után már megtörténjenek a dolgok. De Isten úgy, ezt is úgy, hogy beletesszük Isten királyságát egy ima által egy dologba, abba a pici tésztába, és az a dolog, hát úgy lassan, néha úgy lassan kell meg. Úgy, ahogy Isten valahogy annak az ütemét megszabja. És nagyon komoly kihívás van az egyházon is, hogy szeretnénk egy csomó dolgot, hogy megtörténjen, de Isten királysága az működik, ahogy működik. Ezt még nem tudjuk megpörgetni. Hanem nekünk kell alkalmazkodnunk ahhoz a ütemtervhez, amit az Isten megszab. Azt mondja, legyen meg a te akaratod. És így van ez nagyon sok dologgal, hogy Isten királysága dolgozik, működik, de nem feltétlenül azzal az ütemtervvel, ahogy mi várjuk. Egy biztos, hogy működik. Azt mondja, az egész tészta meg kell. Tehát én tudom azt, hogy amikor tényleg meg kell majd a tészta, akkor nem csak az egyéni dolgokban, amiben kérjük Istent, vagy a személyes dolgokban, hogy ebben Isten akarata azért hiszem, hogy véghez fog menni. És az a dolog úgy kitölti az Isten akaratának ezt a rendelkezésre álló terét, hogy megduzzad, és mindent át fog hatni a kelesztő anyagnak az illata. Ez egy savanyú szag, úgy tudom, ez egy ilyen savanykás, ugye a kelesztő. Hanem azt is tudom, hogy amikor majd meg kell ez a tészta, minden, amit én most, amire ránézek, akkor az mindent át fog hatni. Nem lehet olyan dolog, amit a királyság, Krisztus királysága érintetlenül hagyjon. Azt én nem tudom elképzelni, hogy amikor majd ő másodjára eljön, és bűn nélkül, bűnhordozása nélkül jelenik meg, abban az időben, amikor ez megtörtént, hogy a bűnt hordozta, abban az időben a világ nagy részét ez hidegen hagyta. Abban az időben nem futottak hírül adni olyan gyorsan, egy-két éven belül azért nem történt meg, hogy mindenhol bejelentették, hogy a Messiás. Ez a kereszténység érdeme, hogy a világ minden pontjára eljutott az evangélium. Nem a zsidósági, a kereszténységi. Akik megértették, hogy a Messiás üzenetének el kell jutni. És a kereszténységben is tulajdonképpen nem történt más mindannyiunknak a szívében, mint piciben elindult az, hogy egy nagyon pici kovász hozzánk is eljutott. Eljutott Isten igéje, eljutott a gondolati mag, eljutott az, hogy Jézus Krisztus él, és hogy visszajön, és valami eljutott hozzánk, mert ezen keresztül ez a milliónyi hívő, és ez a sok száz év, ami eltelt azóta, ez elindított egy folyamatot, és ez nem egy kényszer folyamat, hanem ez a maga természetesség, hogy Isten belekeveri a világba a kovászt, és belekeveri az ő igazságát, belekeveri az ő királyságát, fiának királyságát, és ez meg fog kelni. Ez biztos, hogy meg fog történni. Hogy mi lesz a világ sikérje, hogyan érik majd kenyéri, ezt Isten látja ennek a keretét, hogy ez milyen forma kenyér lesz,
De meg fog érni. Meg fog érni Izrael is a sütésre. Arra a sütésre, amikor majd Isten azt mondja, na ez már egy remek kenyér. Ez már olyan Izrael, amit érdemes az örökké valóságra kisütni, mert ugyanis ezt a siker felállást, amit a tészta eredményez, végül is a sütéssel végérvényesítjük. Akkor aztán ott visszavonhatatlan lesz. Úgy tudom egyébként, van olyan tészta, ugye, hogy újra gyúrják, újra megkelesztik, tehát úgy tudom van, mit? Amit kivesztek ebből a megkelt tésztából, ugye, az, úgy tudom, hogy abból veszik ki. Most az az igazi kovász, tehát ma már ugye élesztőt használnak. És újra megkelesztik. De Isten azt mondja majd egyszer Izraelről, és ezt meg fogja tenni Isten, hogy azt is elkészíti a sütésre. A sütés lesz, amikor Isten azt mondja, most olyan a világ, aminek én megkelesztettem. És ezt nekünk, mi siettettünk, de nyilván van ennek egy ütemterve. A lényeg az, hogy Isten átformálja a világot, és ez a kovász a Krisztusnak, amit, mert ez az ő királysága. Ez nem az enyém, nem Dávidé, meg nem Izrael királysága, hanem ez a Messiás királysága. Ez a kovász, ez a világot olyan mélyen áthatja, már most is, hogy mondjam, már most is ennek a jó illata, áthatja, hogy egy csomó dolog az életünkben, amit megélünk, tulajdonképpen ennek a kovásznak köszönhető. És nem véletlenül írunk Krisztus utánt. Tehát, hogy Krisztus után vagyunk. Tehát egyszer csak valaki fölismerte, nem tudom ki, nem tudom, hogy zajlott ennek a lényege, aki rájött, hogy csinálni kéne egy naptárt. És kötni valakihez. Ugye megnéztem most a zsidó naptár 5779-et ír. Tehát az ő véleményük szerint Ádám 5779 évvel ezelőtt lett teremtve. Talán kicsit tévednek, néhány 10, néhány 20 vagy néhány 100 évet. Én úgy gondolom, remélem közelebb állunk a 6000-edikhez, annak az bibliai üzenete van. Tehát ők, ha megnézitek, a zsidó naptár 5779-et ír, és nem tudom melyik hónap, melyik napját, nem tudom. És elég sok fajta naptár van forgalomban, de azért utaztam már sokat a világban, olyan repülőtére még nem szálltam le, ahol az lett volna kiírva, hogy 5778. szeptember 8-a. Hanem bárhova mentem eddig a világba, még Kínába is, ugye Zsuzsi, pedig ott aztán van kínai naptár, ha jól tudom. Tehát valószínűleg a repülőtéren azért egy olyan naptár van kitéve, hogy 2019, mit tudom én, most június 1-e van. Június 1-e. Vagy ha ránézünk a számítógépre, akkor is azt látom, hogy 2019. június 1-e, 15 óra 37 perc. És feltételezem, hogy az Android telefonok is Kínában is, Amerikában is, Dél-Amerikában is, ha ránéznek a telefonra, megkérdezi a telefon egy új telefon indításánál, automatikus időbeállítás. És csak rábökünk, persze, persze, persze. És nem az lesz ám, hogy akkor kínai idő, meg ilyen idő, meg olyan idő. Hanem milyen idő? Olyan idő, amit ha tudják az emberek, hanem Krisztushoz van igazítva. Már ez is egy kovász. Nem tudom, milyen lehet buddhistának lenni, hál' Istennek, azt sem tudom, milyen lehet iszlám hívőnek lenni, hál' Istennek. Nekik is van időszámításuk. De azért jól esik, hogy az én hitemhez kötődik ez. Azért ez jó érzés, nem? Nekem jó érzés. Tehát én nekem egy picit nehéz lenne elviselni, hogy mondjuk Buddhához kötnénk és bárhova megyek a világon, a repülőtéren, a számítógépen, a mobiltelefonomon, valahogy közvetve Buddhával találkoznék mondjuk az ő születése napjával. Vagy mondjuk Mohamed megy menetelének a napjával, mert ugye az iszlám ide köti, vagy hogy Mohamed innen vagy oda ment valamelyik pontra, talán valami ilyesmi, nem tudom, rég tanultuk, hogy ahhoz köti az iszlám naptár az ő naptárát. Ők is kénytelenek a nemzetközi naptárt használni. És ez a naptár Krisztushoz kötődik. És ezért mindenki azt mondja, ha elismeri, ha nem, ha világi, azt mondja időszámításunk szerint. De ha nem, akkor elmondja, hogy Krisztus után. És van egy Krisztus előtt, és van egy Krisztus után. Mert ez egy nagyon nagy bölcsesség. Mert a világ, és amit mondott az előbb a zsidó levél, mi hozzánk, akikhez a világkorszakok együttbevégződés elérkezett, így fogalmazza meg a zsidó 9. Tehát azt mondja, mi egy olyan generáció vagyunk, akiknél átfordul a világ. El tudjuk mondani, milyen volt előtte és milyen utána. Van egy ilyen póló, keresztény póló, hogy Krisztus előtt, Krisztus után. És akkor ugye előtte, mit tudom én, bűnös volt, utána meg megigazolt, meg tiszta a tekintetű fiatalember. És el tudjuk mondani, hogy Krisztus után valami megváltozott. És van egy csomó dolog, amit összetehetjük a két kezünket, hogy 2019-et írunk. És átvitt értelemben is.
Az előbb imádkoztam, eszembe jutott ez az ige, amit mond Jézus, amikor az asszonnyal beszélget, és megy a vita, vallási vita. És mennyire jó, hogy a mi úrunk ezeket úgy szintén megkelesztette. És megy ugye a vita egy szamáritán is asszonnyal, hogy hát most itt kell imádni az Istent, vagy ott kell imádni. Mert abban megegyezünk, hogy egy Isten van. És mindenkinek van egy Istene. És akkor ugye ez vitatárgy, hogy oké, megegyezünk, egy Isten van, eddig megvan a közös nevező, na de hol kell őt imádni? És akkor mondja Jézus, asszony, eljön az idő. És az most van. Amikor ez már nem lesz lényeges kérdés. Mert az Isten olyanokat keres imádójul, akik őt szellemen és igazságban imádják. Sem az időpont, sem a hely, bizonyos módon a mód, hogy őt imádják, nem számít. Mert bárhol emelheted föl a te tekintetedet. És ezt előtte nem lehetett elmondani. Előtte Salamon imája volt még, ami bebetonozta ezt a rendszert. És elmondta Salamon, az is jöjjenek ide az emberek. És az idegen is, aki ide jön és imádkozik, hallgass meg a mennyből. És ez az ima évszázadokig bebetonozta ezt a rendszert. Aztán persze egy másik vallásban jött egy másik ember, és azt mondta, nem Jeruzsálemben, hanem Szamáriában van a hely, ahol Istent imádni kell. És nem úgy, ahogy ők, hanem úgy, ahogy mi. És jött egy harmadik, aki azt mondta, hogy nem ott, hanem amit én mondok. És nem úgy, ahogy ők, hanem úgy, ahogy én. És lehet fokozni, és mindenki megtalálta a maga Istenét. És még az is lehet, hogy ugyanarról az Istenről beszélnek. Eljön Jézus, és azt mondja, bennem ez a dolog megváltozik. És olyan dolgot mond, amit azelőtt senki. És azt mondja, és ilyen értelemben azt mondja bennem, egy új időszámítás kezdődik el. És most már nem számít, hogy hol, nem számít hányan, nem számít, hogy ez épületben vagy épület mellett történik. Szellemben és valóságban történjen. Krisztus előtt és Krisztus után. Megszoktuk ezt már, pedig volt előtte hely, amikor be kellett volna mennünk a zsinagógába, amikor el kellett volna bizonyos dolgokat végezni ehhez a dologhoz. Aztán azt is olvassuk a Bibliában, amikor ugye Krisztus eljött, azt mondja, hogy János evangélium elején, hogy nem testtől, nem vértől, nem férfi indulátától születtek, hanem Istentől születtek. Istenből születtek. Ezt sem lehetett elmondani előtte. Mert előtte a test és vér indulata az le volt írva fehéren feketén. Dávid fia, Salamon, Salamon fia, Roboám, Roboám fia, mit tudom én. Én is el tudtam mondani, András fia, Zsolti. És így tovább. És az én fiaim, ott el tudom mondani, testtől és vértől. Mi számított? Az számított, hogy mi van leírva a nemzetségi táblázatban. És Pál is meg kellett intse a hívőket, mert mentek ebbe az irányba vissza, azt, hogy ne foglalkozzanak mítoszokkal, meg nemzetségtáblázatokkal, ami semmilyen hitet nem támaszt. Azt mondja, nem számít. Egy dolog számít. Újjászülettél Istentől, vagy sem? Többi nem számít. Mi van a nemzetség táblázatban? A ötödik generációdon el tudod mondani, hogy ez egy nagy rabbi volt, és büszke vagy rá. Nem számít. A koldus szegény ember is azt tudja mondani, Isten fia vagyok. És ez Krisztus után történik. Ez Krisztus előtt nem volt lehetséges. És ott van, ezt le lehet húzni az egyének szintjére is, mert ott van Péter, aki halász, vállalkozó, éli az életét, a átlagos bűnös zsidó életet, vallásos zsidó bűnös életet, és ott ül a csónakjában, találkozik Jézussal, és azt mondja neki, eredj el tőlem, mester, mert bűnös ember vagyok. És egészen eddig tart neki a Krisztus előtti időszak. Krisztus előtt ő járt zsinagógába, imádkozott, élte az életét, véletlen becsületes, tisztességes ember volt, de találkozik a messiással. A messiás meg azt mondja neki, és ez az ő pici időfordulója, azt mondja, ne félj, Péter, ezentúl emberhalász leszel. Gyere velem, kövess engem. És eljutott a személyes életében is egy Krisztus előttiségből, egy Krisztus utáni időpontban. Ez egy jó dolog. Hát ha nem találkozik Jézussal, ez nem történik meg. Ő marad bűnös, kicsit bűntudattal, kicsit büszkén is a zsidó vallására, de azért változik meg az élete, mert találkozott Krisztussal. Amíg találkozott a rabbival, Isten áldja rabbi, meg találkozik a többi zsidóval, meg meghajolnak a szent falnál, imádkoznak az örökkévalóhoz, ez nem történik meg. Krisztus után történik ez. Aztán kifejezetten hangsúlyozza a Biblia az Efézus 2-ben, azt mondja, ti, akik egykor Istentől elidegenedtek, reménység nélkül, Isten nélkül, Krisztus nélkül valók vagytok,
akiket azelőtt ez a rendszer körülmetéletlennek nevez. Azt mondja, most azonban Krisztus által ti, akik távol valók voltatok, közel valóká lettetek. Krisztus keresztje által. Ámen. Ez is egy új időszámítás, ugye? És ezt pogányoknak mondja. Nem is bírjuk felfogni. Ma már a pogányság nem létező fogalom ebbe a keresztény szent nemzetben, meg a szent világunkban. Pogány. Hát az nem létezik. Hát az olyan nincsen. És abban az időben ennek még volt egy éle, hogy Krisztus előtt mi nem számítottunk, elmentünk egy zsinagóga mellett, és leköptek minket. Pogány. Hétköznap persze jó volt a biznisz, az ment együtt, a pénz az közös nevező, az látszik, de vallás értelemben köpött rám a zsidó. Én meg köptem rá, persze én is, a magam sok istenével, köpök rá. És Krisztus után az a zsidó, aki ennek az Isten nevében köp rám, ez az Isten Krisztusban azt mondja, hogy szeretlek téged, közel akarlak téged hozni meg magamhoz. És közel való lettem. Fantasztikus. Vagy azt mondja a Kolossa levélben Pál, hogy ti, akik egykor elidegenedettek voltatok, ellenséges indulatúak, azt mondja. Most azt mondja, megbékéltetett az ő emberi testében, az ő vére által. Ti, akik egykor Krisztus előtt voltatok. És ez mind-mind egy csomó időszámítás. Piciben, mind-mind olyan dolog, ami bejön Isten királysága, és lehet, hogy a Messiás úgy ment innen ki a világból, hogy nem robbant föl a világ minden pontján egy atombomba, hogy emberek, hát a Messiás járt itt. De elkezdett a kovász beszivárogni a társadalomba. És elkezdett megváltozni minden. Minden. Például az is, hogy ti nők itt ültök. Ez Krisztusnak köszönhető. Ez egy kovász. Eljött Jézus, és nem azért, mert ő tanította, hogy emberek, hát nem jól van így, hogy a nők külön vannak az Isten tiszteleten. Hát voltam Jeruzsálemben, az elég rossz az. Tehát nekem hívőként fura az, hogy van egy nagy paraván, a nők ott el vannak, persze pici része van a nőknek, férfiaknak meg nagy rész. Mi brillírozunk, mi táncolhatunk, nők meg ott szoronganak. El vannak. Nem furcsa ez? Pedig zsidó vallás. Eljön Jézus, és az, amit ő hozott, az a tanítás, az a gondolkodás, kezdi ezt az egészet megkereszteni. Ez így nem jó, ez a tészta össze van állva. Ez nem jó. És elkezdi Isten királysága belehozni az ő illatát ebbe, és előbb-utóbb a kereszténység szembe kerül egy helyzettel. Mit csináljunk a nőkkel? Az Isten tiszteleteinken. Vagy mit csináljunk ezzel, vagy azzal a réteggel? És kénytelenek gondolkodni, és ítélni, és hagyni, hogy ez a tészta keljen. És tudjátok, történelmi mondatok ezek, amit Pál mond a Galata levélben, hogy Krisztus Jézusban nincs sem pogány, sem zsidó. Hú! Ő ezt kimondja egy zsidó, hogy köpködtük itt egymást, de Krisztusban nincs különbség. Azt mondja, nincs különbség, zsidó, pogány. Azt mondja, nő és férfi. Ki mondja ezt egy zsidó? Hogy nincs különbség. Hogy szellem értelemben a nő ugyanolyan értékes szellemben, mint egy férfi. Ezt a zsidó vallás nem így tanítja. Az Ószövetség nem így tanítja. Nő és férfi. Aztán később, amikor a szexről tanított, még egyen szinte is még inkább behozza ezt a dolgot. És elkezd erről tanítani. Tudjátok, milyen kovász ez? Olyan változásokat hoz Jézus, lassan, és az egész társadalmat átformálja. Tudjátok, mitől vagyunk jó létben? Mitől vagyunk itt ilyen boldogan? Ez azért van, mert Krisztus tanításai elhozták azt, hogy az emberek egyenlőek. A 8. Zsoltár szellemisége, hogy micsoda az ember? Az egyetlen ember is, az a bepisilős koldus is, aki csontalkoholistán fekszik, és jogilag velem egyenlő. Nyilván nem valósítható meg teljes mértékben, vagy bármelyikünkkel. De ezen a fertáján a Földnek Krisztus gondolkodása ezt az embert legalább fölemeli, hogy azért úgy büntetlenül még egy ilyen embert se lehessen megölni, vagy bántani. Mert értékes. És ez nagyon közel áll az Isten gondolkodásához. Ez nagyon közel áll ahhoz, amit mond a Biblia,
hogy mert megjelent Krisztus Jézusban Isten ember szeretete. Ez egy szó. Ember szeretet. Hogy Isten szereti az embert, válogatás nélkül. Előtte nem ez volt. Előtte a zsidó vallás, a választottak, és akkor ott meg volt szabva minden, ki, hogyan, mikor mehet be. Ember szeretete megjelent. Ez is kovász. Na ezért jó, hogy Krisztus után térünk. Most dátum függetlenül is mondom ezt. Ezért jó, hogy el tudjuk mondani, és nem tudom, tudtok még példát? Van még esetleg példátok? Amik így drasztikusan megváltoztak. De ez csak utólag látszik. Tudtok még példát? Biztos tudtok. Ami változás. Krisztus után mit? Biztos tudtok. Gondolkodjatok. Mennyire jó ez, hogy Krisztus után vagyunk. Hát, ha nem tudunk másképp élni, akkor minek jött el Krisztus? Hát van értelme? Mondjuk, eljön Jézus. Gondoltak be, ide akarta a kereszténységet visszasüllyeszteni a zsidóság. Apcsel 15.1. Jöttek némelyek Jeruzsálemből, azt tanítani, hogy körül, aki nem metélkedik körül, nem üdvözülhet. Gondoljatok el, eljön Jézus, megváltja a világot, erre éljük tovább pogányok azon a szinten, mint a zsidóság. Jó lenne ez így? Úgy érzitek, hogy hát nem lehet, hogy Jézus eljön, és semmi nem változik. De nem ez történik. Új dátumunk van, új viszonyítási pontunk. Egyszerűen olyan szintű változásokat hoz létre Jézus, pedig még a bűnös világ vesz körül minket. Ránk telepedik a bűnös világ nyomása. Annyi minden telepedik ránk. Mégis a munkája, a cselekvése itt van, most is itt zizeg. Ennek eredménye, hogy itt ülünk. Ennek eredménye, hogy egyenrangúak vagyunk, hogy nők, férfiak, idősek, fiatalok, szegények, gazdagok együtt ülünk gyülekezetben. Ennek eredménye, hogy szavazhatunk. Ennek eredménye, hogy szabad emberek vagyunk. Ennek eredménye, hogy dolgozhatunk, kereshetünk pénzt, és jogaink vannak. Ha egy Nabukodonozor ülne a fejünkön, mint 3000 évvel ezelőtt, semmi jogunk lenne, mert őről az van megírva, hogy megkötöztetett, akit akart. Megölt, akit akart. Fölemelt, akit akart. Nem volt törvény, ő volt a törvény. Őről ez van megírva. És ez az emberi történelem nagy része, hogy ilyen emberek uralkodtak. Mennyivel jobb most, és ez mind Krisztusnak köszönhető. Pedig ez az ő munkájának csak a kovász része. Amikor csak úgy eljön, és úgy mellesleg, mellékhatásként megszabadítja így is a foglyokat. Akkor milyen az, amikor ő uralkodik? Ha ez az, amikor csak úgy mellékesen, mint a Péter árnyék. Úgy mellékesen Péter árnyék a, hát kénytelen, nem tudott mit csinálni, árnyék nem volt, akkor ő maga az árnyékvető, úgy mellékesen rávetődött emberekre, és attól meggyógyultak. Ez a mellékhatás. Milyen lesz, amikor ő itt lesz? Ha ez a mellékhatás, akkor nem úgy lesz ám, hogy amikor ő eljön, akkor visszarendeződik minden a Nabukodonozori állapotban. Mindenki rettegni fog, mit csinál a főnök, milyen kedve van ma a főnöknek, vajon ma megkötöztet, tűzbe vettet, eszelmegy, felállít egy bálványképet, előtte még Istent imádja, másnap már bálványkép, eszébe jut valami hülyeség. Ez fog történni? Hát amikor Jézus eljön, és még csak nem is beszél dolgokról, de ezt az eredményezi, akkor milyen lesz, amikor ő eljön? Halleluja. Jó lesz, nem? Én várom. Szóval, ha ez most ilyen, milyen lesz, amikor ő eljön? Megáldjuk Jézus nevében. Atyán, köszönjük a kenyeret és a bort.